megint egy együttműködésben dolgozunk együtt, vagyis a Debreceni Egyetem, a Debrecen megyei jogú városa és természetesen a Csokonai Színház. A másik pedig egy olyan hagyománynak a felújításáról van szó, amely egy picit szünetelt, de valahol mint búvópatakként mégiscsak létezett, és egy olyan kulturális teret, vagy egy olyan kulturális rést tömbe, amelyre itt Debrecenben egyre nagyobb szükség van. Debrecen egy dinamikusan fejlődő város, és különösen az egyetemi polgárai révén, de más egyéb tekintetben is most már az ételkülő cégek által egyre inkább egy többnyelvű várossá kezd válni. Több mint 5000 külföldi egyetemista van a városban, és egyre több debreceni polgár is beszél idegen nyelvet, valamint az ide települő expatokkal együtt egyre több olyan polgára van a városnak, akik érdeklődnek az iránt, hogy Debrecenben legyen idegen nyelvű színjátszás. Hiszen ez egy olyan műfaj a színház, amelynek a befogadásához feltétlenül szükség van valamiféle nyelvismeretre. És lehetőség szerint az, hogy egy ilyen színházi találkozó újraéled, újraindul, az mindenféleképpen lehetőséget biztosít a kultúra kedvelők számára, a színház kedvelők számára, hogy angol nyelven is kipróbálhassák magukat, mint színház látogatók, és ez egy nagyon fontos része. Másik pedig az, hogy az egyetemi ifjúsághoz és Debrecen polgáraihoz is képes szólni. Nem most kezdődő rendezvényről van szó, hiszen az egyetem angol-amerikai intézete már 2 évtizeddel ezelőtt, meg ott tudom 1999-ben, tehát hogy pont 20 évvel ezelőtt indította útjára, akkor éveken át, egy évtizeden át sikerrel működő Debreceni Drámafesztivált, ahol lehetősége nyílt az egyetemi hallgatóknak, elsősorban persze az anglisztika, amerikanisztika területén képzésben résztvevő hallgatóknak angol nyelvű színjátszásra. Az egyetemen persze nem csak az angol-amerikai intézet, hanem más intézetek, más képzési területek vagy más szakok is kiveszik ebben a részüket, hiszen hát a színjátszásnak, az irodalomnak más területei, más nyelvi területei is vannak. Minden esetre úgy tűnik, hogy ahogy megint a polgármester úr említette, hogy egyre növekvő számú külföldi hallgatósággal is rendelkezünk, tehát mindenképpen hasznosnak tűnik és célszerűnek, hogy az egyetem támogasson egy ilyen kezdeményezést, amelyben a 2 évtizeddel ezelőtt kezdődött drámafesztiválnak a szellemiségét próbáljuk meg, most már persze a mai időszaknak a nyelvén, a mai időszak követelményeihez igazítva feleleveníteni. Egy ukrán együttes Lvivből, vagy Lembergből, Ukrajnából, ők egy pszichológiai drámát fognak előadni. Ezen kívül van 2 német társulat, egy Dortmundból és egy Hannoverből. Mindkét társulat rendkívül érdekes produkciókat mutat be, az egyikük egy az identitás problémáival foglalkozó darabot, míg a másik pedig a Pán Péter újabb feldolgozását fogja bemutatni. A cseh Brünóból érkező társulat szintén egy nagyon érdekes előadást fog tartani, amelynek az a lényege, hogy H.G. Wells-nek a regényéből készült rádió adaptációt használja fel inspirációként az előadásához, és rendkívül humorosan, ironikusan fogja ezt bemutatni. A nagy örömünkre szolgál, hogy Csíkszeredából is érkezik a Szapiencia Egyetemről egy társulat, ők pedig angol nyelvű örkény, tehát örkény variációknak az angol nyelvű előadását fogják bemutatni. A külföldieken kívül 3 magyar együttes is szerepel.